Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, amint kezdetben volt dicsőség, úgy legyen most és minden időben. Amen. Áldást, békességet kívánok! Isten hozta a kedves testvéreket! Tessék nyugodtan bejönni, helyet foglalni itthonossággal. Kezdjük meg tiszteletünket, és így fennállva énekeljük 81. számú genfi zsoltárunk első 3 verszakát. Helyünket foglaljuk el, és énekeljünk közismert, szép, hálaadó éneket, 264. ének valamennyi versét, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Az apostol örök érvényű, drága köszöntése hadd hangozzék ma is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Így legyen. Amen. Drága testvérek, Isten igéjét olvassuk, hallgassuk együtt Máté szerinti evangélium 28. részéből, 16. verstől a rész az evangélium végéig. Máté 28, 16 a rész végéig, leülve, hittel, figyelemmel tegyük mindezt. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Az Úr pedig hozzájuk ment, így szólt hozzájuk: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el, legyetek tanítványán minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, mit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Imádkozzunk együtt. Jó lenne kitenni, Urunk, a falunkra, otthonunkban, itt a templomban is jól látható helyre ezt a drága mondatot Jézus ajkáról: én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem csak hangulat szerint, hébe-hóba, sátoros ünnepeken, néhány kiemelt vasárnapon, hanem minden napon. Köszönjük, Urunk! Nem csak üres beszéd, ígérgetés. Ha belegondolunk jól, naponta átérezzük mindezt. Azért lehetünk most itt, mert te velünk vagy. Azért van még néped és egyházad, mert te velünk vagy. Nem lennél, már rég nem lenne egyház, egyik sem. De vagyunk, mert te velünk vagy. Élünk, mert te élsz bennünk. Urunk, eljöhettünk, ajándékez. Adtál hozzá fizikai erőt, lelki készséget, talán lelki ésséget is. Van neked, Uram, házad szerte a világban, sok millió. Add, hogy valóban élőige hirdettessék. Megszólító, drága üzenet. Oly nagy kérés. Emberen túli, emberfeletti kérés. Jöjj közénk, kérünk. Ilyet szabad kérni. Urunk, jöjj közénk, kik vagyunk mi, és te mégis tudjuk, hogy jössz, és szenteld meg tiszteletünket. Amen. Az ige szolgálatra készülve énekeljük, imádkozzuk együtt 295. számú énekünk mind a két verszakát.
Az igét olvasom a Galata levél második részéből, 20. vers, Galata 2:20. Élek pedig többé nem én, de él bennem a Krisztus. Élek pedig többé nem én, de él bennem a Krisztus. Helyünket foglaljuk el. Az elmúlt vasárnapokon végigvehettük a reformáció jelmondatait. Egy kis ismétlés. Sola fide, egyedül hit által. Luther olvasva a Bibliában, a római levélben, az igaz ember hitből él, s felkiáltott, sola fide, egyedül hit által. Sola gratia, mondja a második, egyedül kegyelem által, kegyelem néktek és békesség, mondja az apostol minden versében, amnestia néktek, amnestia és békesség. Sola gratia. Sola scriptura, a szent egyedül csak a szentírás, az élő Istennek beszéde. Emberek írták, a lélek által, van abban rengeteg indulat, rengeteg dű, átok kívánás is, háborúk, gyilkosságok, vérengzések, de mivel a zárószó az élő Istené, a kezdőszó is, Biblia első mondata, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, egyik zárómondata pedig, jövel Uram Jézus. Sola scriptura, egyedül a Szentírás. Solus Christus, egyedül Krisztus, ő a közben járó, ő a megváltó, neki nem kell udvartartás, imádság, besegítők, közbenjárás besegítők, amit ő tett, az bőven, elegendő. Nincs másban üdvösség, csak Jézus Krisztusban. Nincs más néve adott az emberek között. Ez a név, Jézus Krisztus. Solus Christus, egyedül Krisztus. Soli Deo Gloria. Templomunk feldirata kívülről, a Duna felől. Kávin János élet, filozófiája, hitvallása, egyedül Istené a dicsőség. Mondja a Zsoltáros, nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem nevednek adj dicsőséget. Dicsőségemet másnak nem adom, ez az enyém, mondja az Úr. Ha övé a dicsőség, ott élet fakad. Laus viventi Deo, írta ki Szent Simonnár Albert, Zsoltár fordítása aljára, a Psalterium Hungaricum aljára, dicsőség az élő Istennek. Nem neki, nem kettőnknek, neki meg én nekem, mutatná a szerző, óriási munkát végzett, emberfeletti munkát. Nem köszönet nekem, meg váveregetés, meg díjkiosztás, dicsőség az élő Istennek. A mai jelmondat a legkevésbé ismert, sajnos, talán a legfontosabb az összes közül. Semper reformanda, mindig s állandóan megújítandó. Kávin jelmondata. Semper reformanda, állandóan és mindig megújítandó. Segít ebben Jézus Krisztus mondata, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, mondom még egyszer, nem csak sátoros ünnepeken, nem csak templomi egy órában, hanem mindig és minden napon, ahol nem várnánk ott is, rá se gondolunk ott is, azt hisszük, hogy elhagyott bennünket, ott annál inkább, én veletek vagyok. Se veletek határtalan veletek.
Ő igazolást senkitől nem kér. Meg vagy keresztelve? Bérmáltál? Volt a első áldozó? Konfirmáltál? Jársz templomba? Semmi. Aki őt elfogadja, azzal ő vele van. Éljen a föld bármely pontján, legyen férfi vagy nő, gazdag vagy szegény, beteges vagy egészséges, bármely bőrszínű, aki elfogadja őt, azzal vele van, és minden napon van vele. 1517. október 31. Ködös reggel, Wittenberg város nagy templomának kapuján, ott egy oda eszkábált, barkácsolt mondat, nem mondat, irat, Luther 95 tétele. Ezt talán mindenki tudja. Évszámot, helyszínt, hónapot és napot, nevi Luthernek is, hány tétel azt is, de milyen tételek voltak ott? Az miről szólt? Az első azt mondja mindjárt, hogy az élet legyen szüntelen bűnbánat, legyen naponkénti megtérés. Nem egyszer-egyszer, hanem naponkénti megtérés. Semper reformanda, mindig és állandóan megújítandó, reformálandó, visszatérítendő a Szentírás világához. Mert ez azt jelenti, református, reformáció, vissza vagy a korábbi, visszaformálni a Szentírás gondolatvilágához. Ettől református, ettől reformáció, hogy naponta vissza a Szentíráshoz, a forráshoz, az örök tiszta forráshoz, a megoldáshoz. Milyen szépen hangzik, naponta való megtérés. Naponta való bűnbánat, igen. Nem erőltetetten, nem muszájból, nem napirendi pontként kipipálva, ha megtettük, hanem őszinte belső vágyként. Naponta. Mi lenne, hogyha otthon mi szellőztetnénk a lakásban csak ünnepeken? Karácsonykor, húsvétkor, pünköskor, talán az augusztus végi úrvacsoraosztáskor, adventkor, lakás milyen lenne? Szörnyű. Az ember teheti, naponta engedi be a friss levegőt. Jól teszi. Ha nem naponta táplálkoznánk, és italt magunkhoz nem vennénk, belepusztulnánk. A lélek is vágyja a táplálékot. Amit I.S. Gyula írta, régestelen rég egy nagy mondatában, a lélek alultáplált, a lélek nagyon beteg, fázik és éhezik, és táplálékot vár. Mindig és állandóan megújítandó. A reformáció egy következménye, hogy már szószéken többek közt van magyar szó. Ha nincs reformáció, én ma itt magyarul nem beszélek egészen biztos. Talán templom sincs igaza. Magyarság fennmaradt akkor, amikor katonaságunk semmi nem volt, egy darab katonánk nem volt, ország kosztályában egy fillér nem volt, mégis fennmaradtunk. Reformáció drága, éltető áldása. Ment a fáradt zsellér ember a templomba, analfabéta volt, nem tudott írni és olvasni, 6-8-9 éhező gyermekével, és hallotta a szót, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki te éppen kínlódsz, küszködsz, zsellér ember, veled is, én veled vagyok. Hangzott magyar nyelven, nem latinul, és értette, és erő volt, és erővel ment ki másnap reggel, vagy épp aznap este még későn, szántani, vetni, aratni, bármit is tenni és csinálni. És ez újította, és ez megtartotta, és ez fölemelte mindenhez. Semper reformanda, állandó megújulás.
Eltelt néhány esztendő, és reformáció lendülete ereje nagyon megtört. Jött egy korszak, protestáns ortodoxia vagy skolasztika korszaka, meg a templom nem volt más, mint felkészítés, vitatkozás a katolikusokkal. Kedves testvérek, most tanulunk. Katolikusokkal hogy kell vitatkoznunk? Hogy kell ellenkeznünk velük? Mik az érveink, bombasztikus érveink? Ezt most tanuljuk meg. Unalmas lehetett nagyon, és végtelen száraz. Üdvösségét reformáció elveszítette, igaz, kényszer dolog volt mindez egyfelől, de unalmassá lett, meglehetősen unalmassá, megszokottá, keményi, nyakassá, és valahol ott volt a vágy megújulni, szemper reformanda, újra megújítandó, megújítani, életet találni. Voltak korszakok, okoskodás korszaka, ráció időszaka, azt mondta az akkori okos ember, a Bibliában emberi agy számára felfoghatatlan, azt vágjuk ki a Bibliából. Tengeren jár Jézus, orlót neki. Kijött a sírból az eltemetett Lázár, gyorsan vágjuk ki onnan. A tengert Jézus esendesíti egy mozdulatával, nem ide való. Mai ember ezen túl van, kinőtte, túlnőtte. Remélte az akkori ember, ez az új reformáció. Ez az új reformáció. Az ész a ráció reformációja, és a templomok kiürültek. Nem kell. A teljes írás Istentől ihletett. Ember nem meri hozzányúlni, mert nem a te dolgod. Az élő Úr ezt nem engedi. Sok minden mást eltűr, nagyon türelmes, de ez nem. Ez semmiképpen sem. Jöttek a korszakok, fáradt, unalmas, álmos korszakok. Csak egy emberi példa, kicsit humoros példa. Németországban egy istentisztelet minimum 2 óra hosszáig tartott. Jöttek fáradt, álmos emberek a templomba, sokat dolgoztak, célegények, mesterek. Jöttek fáradtan esti istentiszteletre. Tartott 2 óra hosszat. Abból majdnem 2 óra hossza prédikáció volt. Jártak körbe úgynevezett vekkerek a templomban. Mi ez a vekker? Templom szolgák, kezükben egy hosszú-hosszú pózna, a végén egy nyulláb. Akit látták, hogy alszik, az órát megcsiklandozták, és jelezték, hogy ébresztő, vigyeld a prédikációt. Antireformáció. Félelmetes dolog. Az egész kiürült, oszkedvűvé vált. Elmúlt a lendület, elmúlt a hit, elmúlt az élet, az öröm, a feszültség, a boldog feszültség, és mondjuk ki, a pünkösdieket mi találtuk fel, reformátusok, és tőlünk szakadtak ki. És sok baptista testvérünk, és sok mindenki. Tőlünk, mert elege lett a tömény megszokásból, tömény közhelyekből és unalomból, szemper reformanda. Mindig megújítandó, ma is, és mindig is. Valóban voltak nehéz idők, 40-50 esztendővel, akkor egy püspök így mondta, hogy új reformáció korát éljük. Mert felfedeztük, mi a dolgunk, szolgálni az embernek, új reformáció, egy békeszerető békevilágban, a békeharcban. Még jobban kiürültünk, mint valaha. Dicsőség az élő Istennek és senki másnak. Laus viventi Deo, az élő Isten dicsőség és senki másnak. Soli Deo Gloria és senki másnak. Ma is nagyon kellene. Nagy szükség lenne rá. Óriási megújulás kezdődjék bennem. Add hozzá egy receptet az öreg Pál. Írja az igét,
Élek többé, nem én, de él bennem a Krisztus. Jaj, de szép kép. Élek többé, nem én, testemben igen, paramétereimben igen, de felfogásomban már nem én vagyok, sokkal több vagyok. Él bennem a Krisztus. És nem panaszkodik, örömnek mondja azt. Nem vesztes, elvesztettem akaratomat, vágyaimat, de hogy veszítem el? Ha az Úr gyermeke leszek, leszek igazán felszabadult, kitárulkozó, boldog élet, kijelentem ünnepélyesen, csendesen és halkan. A hit nem leterhel, sokat mondom, mondom ma is. A hit felszabadít, attól hit, hogy szabaddá tesz megtenni ezt, nem megtenni azt, és én dönthetek. Édenkerti gyümölcs, a tiltott fa, nem tiltott fa, és szabad vagyok leszedni, és szabad vagyok nem élni azzal. Ami eddig engem nyomasztott, fogságában tartott, és rabja voltam, akármi az, már nem vagyok az, és szabaddá tesz. Élek többé, nem én, él bennem a Krisztus. Nem lettem álszenté, soha nem nézek tévét, miért ne néznék tévét? Ha van jó műsor, miért ne nézném meg? De nem vagyok a rabja. És lehetne folytatni a sort, mi mindenre, nem vagyok a rabja. Eddig önmagam rabja voltam, az énem rabja, az egóm rabja, már nem vagyok az. Programok rabja, már nem vagyok az. Élek többé, nem én, él bennem a Krisztus. Volt erről korábban szó, hadd mondjam el most is, beteg ágyon fekszik valaki, és kapja a hatásos, erős, jó gyógyszert. Teszi oda éjjeli szekrényére, és ránéz. Jó érzés pszichésen, itt a gyógyszer. Segít. Vehetem magamhoz bármikor, bármelyik percben. Ez egy pszichés erőforrás, maga tudod, ott a gyógyszer. De nem veszem magamhoz, ha csak nézem, idő után már nem segít semmit. Ott a gyógyszer, veszem magamhoz, és immun is vagyok rá. Nem segít semmit. Veszem a gyógyszert, és hatással van rám. És dolgozik bennem, és él bennem a gyógyszer. Én Istent nem tagadom, hiszem az Istent, sokan mondják. Őszintén mondják, egészen biztos őszintén mondják. Ilyen csendes folytatás, de nem érdekel különösebben. Nem tagadom, de nem érdekel. Korrekt beszéd. Ilyen felfogást tisztelem, de nem az én világom. Tisztelem, de nem az én világom. Hiszem, de nem érdekel. Második, bennem van Krisztus. Bennem van Krisztus, de nagy dolog. Ott van életemben, bennem van az Úr, de nagy dolog ez is. A harmadik fokozat, él bennem Krisztus. És éltet engem az Úr, aki mondja, hogy én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Van egy csapdája az ünnepeknek. Ünnep során az ember nagyon ünnepel és nagyon emlékezik. Reformáció 500 éves, az ember emlékezik, nagyon emlékezik, nagyon emlékezik. De jó, hogy emlékezik, emlékezzünk mi is, feltétlen és fontos. De szemper, mondja a latin szó, állandó és mindig való reformáció. Luther Márton doktor, professzor úr mondta annak idején, naponta való megtérés, naponta való élet. Reformációt mikor ünnepeltük utoljára? Októberben? Nem. Tegnap este talán. Ma reggel, a Biblián mellett, összekulcsolt kézzel. Csak 5 perc volt, de ünnep volt. Élek többé, nem én. Él bennem a Krisztus, és éltet, aki gyógyított mindig, gyógyít engem is. Aki bátorít, bátorít engem is. Aki fölemelt a földről másokat, akik nem tudtak maguktól fölkelni, fölemel most is. Élek többé, nem én. Él bennem a Krisztus. Naponta éljen bennünk. Nem programként, nem muszájból, vágyként. Munkálja bennünk az élő Úr,
ezt a vágyat én tiszta szívből kívánom. Megismerni őt, és felszabadulni általa. Szabaddá lenni általa, és csendben magasztalni, dicsőíteni őt. Így legyen. Annyi a panasz, Urunk, emberi ajkokon, ezt a mai világot elmarasztalva, időnként kőkeményen szidva is. És nem kellene így lenni, hogyha jobban ragaszkodnánk hozzád. Jobban mernénk benned bízni, Urunk. Nem lenne így. De jó a csendes figyelmeztetés, állandó, mindig való megújulás. Nem mástól várva, nem püspököktől várva mindezt, hanem bennünk kezdődjön el. Bennem és bennünk csendesen. Az örök reformáció, az örök visszatérés a Szentíráshoz, Krisztushoz, a hithez, a kegyelemhez, az örök dicsőségmondás. Igen, ez az élet, a megtalált élet. Bajban valóban sokszor védő páncél, mélységekből kivezető út, betegségből nem ritkán gyógyulás, vagy ha nem gyógyulás, akkor pedig odabízás, Uram, történjék bármi, ahogy Te akarod. Dicsőség neked, Urunk, s olyan jó ma is együtt mondani Te veled, a Szent Írásból olvasható, drága Jézusi szót. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Bár kimondottan estéjének énekeljük most délidőben, 511. számú énekünk valamennyi versét, maradj velem, mert mindjárt este van, maradj velem minden napon, Uram Jézus.
Hirdetem jó szívvel, hogy alkalmunk után itt templomunkban hangverseny lesz. A világhírű amerikai szaxofonművész Paul Cohen fog játszani néhány muzsikustársával együtt. Többek közt itt lesz közöttünk gyülekezetünk által jól ismert és tisztelt orgonaművész Szogyori Nagy Gábor is. Az alkalom, belépőjegyes alkalom, mindenkit jó szívvel vár a szervező csapat, de úgy, hogy a belépőjegyet megvásárolják a testvérek, megvásárolják, aki marad, maradjon, szívesen hívják a szervezők. Alkalmunk után keresztelőt tartunk, templomunkban hangverseny előtt még megtartjuk feltétlen, és hirdetem a hét további alkalmait. Holnap este 6 órai kezdettel tartjuk ökumenikus világimanapunk következő alkalmát. Aki nem tudja, miről van szó, ez ökumenikus, az egész földre kiterjedő imanap. Minden alkalommal a programját más és más ország csapatai állítják össze. Idejét a Fülöp-szigetiek állították össze ottani keresztjének, akik naponta élnek üldöztetésben, de kőkeményen. Naponta őket üldözik, de nagyon üldözik. És kitartanak a hitük mellett. Ők adották össze ezt a programot, 6 órától lesz, rengeteg felolvasással, sok-sok közös énekléssel, igét hirdet Grendorf Péter, evangélikus lelkipásztor. Tehát holnap este 6 órára jó szívvel hívunk mindenkit, aki el tud jönni, és utána pedig tartunk az eredet vendégséget. Finocorai kezdettel a felnőtt konfirmációs előkészítő foglalkozást ennek ellenére kívánjuk megtartani feltétlen. Szerda délelőtt 10 órai kezdettel a nőtestvérek tartanak bibliaórát. Szerda este 6 órakor tartunk bibliaórát és állítanak tanástermünkben. Pinteken 2 órakor tartjuk a gyermekkonfirmációs előkészítőt, aztán újabb 2 hittanórát, majd igután 4:30-5 órától a ifjúsági bibliaóráinkat nem tanástermünkben. Minden vasárnap egy időben az istentisztelettel, 10 órai kezdettel tartunk több csoportban gyermekfoglalkozást. Mai alkalmunk végeztével 12:30-kor tanásteremben kezdődik az énekkari próba, készülünk a világvasárnapi szolgálatra, meghívást kaptunk Basarétre is, ottani gyülekezet kórusa hívott bennünket egy közös éneklésre, erre is készülünk majd, tehát ma 12:30-től énekkari próba lent tanástermünkben. Az elmúlt héten sajnos temetnünk is kellett. Eltemettük Doba József testvérünket, nyugalmazott vízvezetékszerelőmestert, aki 1944-ben született, április 19-én, itt a fővárosban ment el közülünk, ez esztendő január 31-én. Élete példaadó élet volt, rengeteget dolgozott, ezer mester volt, ami rábízatott, becsülettel, tisztességgel elvállalta, megtette és végezte. Családját szívből szerette, odaadóan. Gyászolják, hitvese, fia, drága unokája, menye, minden közeli és távoli rokona, ismerőse, barát, volt munkatárs, szomszéd, ismerték mindannyian. 73. évében ment el közülünk. A köztünk levő gyászoló családtagoknak szívből kívánjuk az élő Istennek, ma is annyira igaz, hiteles, vigasztaló kegyelmét. Hirdettem, hogy mához egy hétre, bőjt második vasárnapján tartjuk az urvacsoraosztást, urasztalát megterítjük, tehát jövő vasárnap egy hét múlva mindenkit jó szívvel hívunk és várunk bőti urvacsorai alkalmunkra. Egyházi rendünk szerint húsvéti ünnepek ma kezdődtek el, bőjt első vasárnapjával. Ezért szívből hadd kívánjunk mindenkinek Istentől jövő áldott szép húsvéti ünnepeket. Záróénekként énekeljük 466. énekünk verseit,
az árad pedig majd fennállva, rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Így legyen. Amen. Áldást, békességet kívánok. További áldott vasárnapot mindenkinek. Isten velünk. Viszontlátásra.